Sziasztok, kedveseim! Szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt az Egyszerűen Nagyszerű. A kiropraktika az egészség megőrzés egyik kiváló módja. Nálunk még kevésbé ismert, annak ellenére, hogy Nyugat-Európában több mint 100 éve bevált gyógymód. A ma esti vendégem egy nagyon jól képzett kiropraktőr. Fogadjátok szeretettel Gál Pétert. Péter, köszönöm, hogy itt vagy. Jó estét kívánok mindenkinek, és köszönöm elsősorban a meghívást. Én köszönöm. Nagyon boldog vagyok, hogy veled beszélgethetek. Szívből köszönöm. Amúgy is bármikor tudok veled beszélgetni, jól érzem magam, egy pozitív energiát tud sugallni. De kedves, köszönöm. Mindenkinek. Ez különben hallod, de Péter, számomra nagy feladat volt, mert mármint fejtörést okozott, hogy milyen témában hívjalak el téged, ugyanis te nagyon sok témában profi vagy. És most megemlíteném például a sakkot, vagy világutazó, barátaid úgy ismernek téged, mint életművész, szóval tényleg otthon így gondolkodtam, hogy ezzel az emberrel én nagyon szeretnék találkozni és megosztani a veled való beszélgetést, de nem tudtam, hogy miben és hogyan, és így döntöttem a kiropraktika mellett, mert hogy én ezáltal találkoztam veled. Mesélj nekem, kérlek szépen arról, hogy mit is jelent ez a szó, kiropraktika. Egyszerű. Maga a szó jelentését mondjuk el. Kérlek. Kiro, görög szó, görög eredetű szó, kéz, kirosz. Igen. A praktika, tehát ez úgy jön ki, hogy manuál terápia. Igen. Kézzel történő terápia. Igen. A tökéletes megfogalmazását mondanám, mit csinál a kiropraktika? Ízületi blokkot keres és old a hátgerinc területén, igen, és ezzel együtt az egész vegetatív funkciót felszabadítja. Amikor én tőled megkérdeztem, hogy csontkovács vagy, akkor te így, hajnal nem, és hogy haragszol is erre a szóra, vagy arra, hogy... Sokszor, mikor csontkovács szót hallok, igen, ez a nem létező hajam az égnek áll. Miért? Áruld el. A csontkovács két szóból tevődik össze. Csont és kovács. A kiroprakter a csontokkal nem jár. Tehát a csontokhoz semmi közünk. A csont az ortopédiához tartozik. Igen. A kovács szakmáról pedig nem kell beszéljek. Így van. Tehát erősen primitív dolognak tartom azt, hogy csont, kovács. Mégis nagyon sok helyen ezt használják. Az ortopédet lehet csontkovácsnak nevezni, mert ugye csontokat, tizsát, protéziseket fűrészelnek, csavarnak belé, igen, de ők ortopédek, egyetemet végzett orvosok, és ez a szakmájuk, hogy csontorvosok. Értem, értem, de jó, hogy ezt így helyre teszünk. A kiropraktikába ezt a szót, hogy voltam egy csontkovácsnál, és helyre nem rak semmit helyre a csontkovács. Ez egy borzalmasan helytelen szó. Értem, de jó, hogy erről beszélünk. Azt is elmondanám, hogy a kiropraktika, amit igen, sokan recsegés, ropogásnak neveznek, igen, az nem más, mint nyomáskülönbség keletkezik a szinoviális folyadékban, itt meg nitrogén buborékok szabadulnak fel, és ez adja ezt a recsegő, ropogó hangot. Értem. Véletlenül sem a csont. Na most gondold el, ha a csont ropog, az törik. Ja, igen. Tehát ehhez semmi közünk. Erről jut eszembe, egyik kedves barátnőm volt egy csontkovácsnál, és eltörték a bordáját. Az, szerinted ez miért történt? Nem volt szakképzett? Figyelj, az a kiroprakter. Igen. Hát csontkovács. Ha magát csontkovácsnak tartott, igen, akkor biztos, igen, hogy nem volt szakképzett. De minden egyénnek, igen, megvan a saját izomzata, a saját súlya. Nem mindegy, hogy téged milyen erőből húzlak, nyomlak. Értem, te ráérzel. Korrigállak. Így van. Tehát egy 160 kilós férfit vagy megnyomok úgy, hogy leizzadok bele, de egy finom nőies testet nem fogok úgy nyomni. Én ezt kell tudjam, hogy kit mennyire, ahogy rátettem a kezem, én ezt érzem. Értem. Ezt ennyire. Uh-huh. Se többet, se kevesebbet. Uh-huh. Értem. Mert soha életemben nem csináltam rosszat senkinek. Mindjárt 38 évet csinálom, így lépcsőszerűen fejlődtem, de még rosszat nem csináltam senkinek, hogy bordatörés vagy másnap panaszkodjon.
Ilyen nincs. De örömkönnyek azok hullnak, mert említetted... Ma is hull kettő. Na mesélj erről az esetről, hogy milyen problémával, vagy ennek kapcsán milyen betegségek kezelésére használod a... A legtöbb eset ugye akkor jelentkezik, ha már fájdalom van. Itt fáj, ott fáj, legtöbb probléma derék, igen. De ezek mind ízületi problémák. Értem. Tehát az ízületi blokkot oldjuk, legtöbb esetben helyre jön. De ha már annyira be van blokkolva az ízület, hogy be is gyulad, oda sajnos már a gyulladás csökkentő, meg egy izomlazító is fog kelleni. Értem. Ez van, a modern orvoslás se tudjuk kihagyni. Nem zárjuk ki ez a nem segben. Zárjuk ki, normális. De legtöbb esetben az ízületi blokkoldásával azonnal szűnik a gyulladás is. Egy fél órán belül. Miért van az, Péter, hogy olyan kevesen hallottak erről a nagyszerű gyógymódról? Sokkal Dániel... egyszerűbb, hogy fáj a derekam, és beveszek egy hálgokálmint, vagy egy fájdalomcsillapítót. Azzal elhúzom két napig, utána megint fáj. Egyszerűbb. Sajnos egy olyan világot élünk, hogy az autót, ha elromlott, rögtön futsz a szervizbe. De ha te testeden valami baj van, gond van, hát még ráér. Igen. Szomorú. Kérlek, Péter, sorolj még föl pár betegséget, aminek a kezelésére használod, alkalmazod, mert ha jól tudom, a kiropraktika nem csak a tünetekkel foglalkozik, sőt, okokat tár föl, és azokat szünteti meg. A vegetatív disztónia, ami 90%-ban az embereknek létezik. Mesélj arról, hogy mi ez a vegetatív idegrendszer például, mert sokan ezt sem tudják. A vegetatív idegrendszer az akaratunk ellenére minden belső életfunkciónkat szabályoz és irányít. Igen. A szimpatikus és a paraszimpatikus idegen keresztül normális az agyból jön az impulzus. Igen. A gerincvelőn lejön. A csigolyák közti lyukból, foramen intervertebráléból, az idegducon, igen. Vagy ganglionon keresztül kilép, és megy a szívhez. Értem. Ezért dobog a te szíved. Lehet, hogy nem akarod, de dobog. Na most, ha neki fogsz szaladni, ez jobban dobog. Beindul a szimpatikus ideg. Este, mikor lefekszel, ellazul, itt már a paraszimpatikus ideg veszi fel a szerepet. Igen, igen. Egyszerű. Mikor a szimpatikus és a paraszimpatikus ideg között a szinkronizálás megromlik, igen. Akkor már délután fáradt vagy, le kéne dőljél. Ennek is van egy bioritmus. A reggel felkelünk, dolgozunk, jövünk, megyünk, este meg lefekszünk. Lényegében te nem érzel semmit egy ilyen vegetatív disztónia esetén. Te csak annyit érzel, hogy fáradt vagy, nincs kedved semmire. Holott egy ilyen kezelés. És sokan értem. Vannak így sajnos. Aha. Hazamegyek 6 órakor, eszek valamit és lefekszem, mert már nincs kedvem semmire. Ez nem megoldás. Na, erre való a kiropraktika. Az ízületi blokkokat oldva, igen. Az ízületi felszín az idegducoktól kb. Egy milliméterre, egy mikrométerre van, és az ízületi blokk gyulladás esetén ráterjed a ganglionra. A szív már csak 70%-kal tud működni. Wow. Ezt szépen kiszedem a hátból, és helyreáll. Sokszor, mikor a hátízületi blokkokat feloldom, igen. Csak arra kérem a beteget, most szív teli a tüdődet levegővel, igen. És megdöbbentő, hogy azt mondja, felszabadul. Kétszer annyi megy bele. Igen, de ezt tapasztaltam én is. Ez kétszer annyi oxigén. Így van. Igen. Az agynak. Friss vagy. Igen. Végezheted tovább a munkádat. Nem tanítsák ezt az iskolába. Sajnos. Nem akarok kitérni arra, hogy miért. Nem árulod el nekünk? Elárulom magam, elárulom nektek, de nem akarok mást megsérteni. Ja, értem. Oké, akkor ha az egészséges életmódot tanítanák az iskolákban. Sok más helyett. Akkor
megbukta vagy a gyógyszeripar, vagy valami más. Most ez van. Így van, ez így igaz. És mindemellett ugye ne felejtsük el, hogy a vegetatív funkcióknak egy komoly vitamin használat is, amit állandóan használunk, csodálatosan segít. Te eszedsz vitaminokat? Rengeteget. Igen? Persze ezt is megválogatjuk, hogy honnan vesszük. De nagyon mondom. Sok olyan vitamin kerül forgalomba, ami most nem mondom melyik országból, de keletről jön. Igen? És azért vannak ennél jobb minőségűek. És a legtöbb tévhit, mindenkinek ajánlom a vitamint. Igen. És hozzájön egy szép, csinos hölgy, mint te, és azt mondja, ja, én nem szedek vitamint, mert meghízok tőle. Hát egy ekkora vitamintot miért hízol meg? Antioxidáns, amit eszel, nem tud oxidálódni, és feszt, éhes vagy. Hát ne egyél, és akkor nem hízol meg. Ilyen egyszerű. Egyszerű, nem? De olyan jó, hogy mondod ezt a vitamint, mert azt képzeld, hogy én internetről rendeltem pár nappal ezelőtt, meg is érkezett, be is vettem a dózist, és másnap ilyen dagadt fejjel, azért ilyen a szemem most, mert kiderült, hogy allergia alakult ki testemben, valamelyik összetevő kiváltott ez belőlem. Nem tudom, milyen vitamin. Nem is mondom el, de én ezt internetről rendeltem, és bementem a gyógyszertárba, és azt mondta a nő, hogy többé ilyet soha nem, internetről ne rendeljünk vitamint. Nem baj, legközelebb, ha valami finomat akarsz rendelni. Hát én is meg kell rendeljem, nem igaz, hogy nincs teli a piac, mert teli van. Igen. De sok a keleti kamu benne, ami... Hát el kell adni. Ez el kell adni, és nem igaz, hogy árt, mert az sem árt, csak éppen nem használ annyira, mint egy, nem mondok híres cégeknek nevet, mert nem akarok reklámot. Nem a reklámhely, értelek. Áruld el azt nekem, nekünk, hogy te hány évesen találkoztál a kiropraktikával, mondtad, említetted, hogy 38? Én előbb a masszázsra találkoztam. Igen? Nagyon érdekes volt, mert hát én is voltam fiatal. De vagy fiatal. Akkor vagyok fiatal? Igen, nagyon fiatal vagy. De ez 9. osztályba almát szedni vittek, kötelező volt. Ja, igen. És este persze be kellett lógjunk a lányokhoz. Hát ez volt. Igen, de jó. És az egyik este az egyik lánynak nagyon fájt a nyaka, és felhívott maga mellé. Masszírozni. Hogy masszírozzam. És te mentél örömmel? Jó volt, persze, masszíroztam. Második este 3-an hívtak. Tényleg? Így van. Wow. A harmadik este, igen, már azt mondtam, hoppá, csináljunk ebből üzletet. Melyik ad egy sört, ahhoz melyek. De ügyes vagy. Volt érzéke. És minden nap így a lépcsőfokon mész felfele. Így igaz. De jó. Tehát akkor masszíroztam. Így kezdted. És aztán szép lassan rájöttünk, hogy ez így, ez úgy, az úgy. Amúgy tanultam egy csomó mindent, mert az anatómiát azt genetikai szintől felfele megtanulod. Muszáj. Saját úton. Igen. Ami nagy szerencsém volt, még a 90-es években, ott egy csodálatos professzor, a Röggen klinikának az igazgatója volt. Elmondom a nevét, mert nem szégyen. Stancsú Grigore professzor volt, aki nagyon jó barátom volt. Igen. Mert kezeltem, látta, hogy mennyire érdekel a dolog, és nap mint nap fölmentem hozzá a Röggen, mai Röggen klinikára, az új klinikán. Wow. Akkor jöttek be az első ultrahanggépek. Azon a CT meg MRI nem volt akkor. De a Röggen mindent megmutatott, mindent megtanított. Tehát amit csináltam, mind magánúton csináltam. De jó. Az akupunktúrát a Természetgyógyászati Akadémián, a Kecskeméten volt annak idején. Igen. Azt nagyon szerettem, megtanultam. Nem fogok tűvel dolgozni, mert komplikáltabb. Tehát a sterilizálni kell. Elektromos akupunktúragéppel. Van ilyen, most már lézerem van, tehát lézerrel fogom csinálni. Wow. És csodálatos eredményekkel. Nem, igen, akarom ezt reklámozni.
Tényleg, de azért jöttünk, hogy beszélgessünk. De Péter, de azért jó, hogy mindezt megemlíted, mert hogyha ezt nem mondod, akkor én sem tudok ezekről, mert nincs ahonnan. És pont erre kérlek, hogy mesélj. Nem szeretem a nagy reklámot. De tehát... nekem nem is kell reklám, mert két így is nagyon sokan keresnek téged. Két kezem van. Így van. És ha egész nap dolgozni fogok, akkor meg minek élek? A barátaid életművésznek neveznek téged, mert? Miért gondolod? Hát életművésznek neveztek-e jó páran. Most már nem mondom el, hogy ki kezdte el. Életművésznek neveztek, mert nem mondom, hogy irigyelték, mert sokszor velük voltam. Igen. Egyik percben a sípályán vagyok, másik percben egy csodálatos, egzotikus tengerparton. Így igaz. Azért is irigyeltek, hogy mindent megengedek magamnak, holott nem tudják, hogy ezek az útak bagóba kerülnek. Csak éppen meg kell keresni, és böngészni kell a bookingon, hogy hol olcsó, mi olcsó, és elméletileg bagóért tudsz két hetet ülni egy szép, egzotikus helyen. De ehhez szerencse kell, vagy ez is egyfajta... És függő vagyok, mert napfüggő vagyok. Onnan ez tenger a szívbőrszín. Tenger, tehát lemegyek egy tengerpartra, és napi 6-7 órát vízbe vagyok. Hihetetlen. És említetted azt is, hogy hideg vízben ültél pár nappal ezelőtt? Én a tegnap előtt is bemásztam a hideg vízbe, és 5 percet ültem az 5 fokos vízbe. Fitnessteremben, nem mondom hol, mert azt sem akarom reklámozni. Értem. Jön a vízkereszt, 6-án, ez megszokás, kinn a Marospartnál, a Kompnál. Igen. Jeget vágunk, és megmártozunk. Igen. Most 4 éve, most 4 éve elküldöm majd a képet, kérlek, is neked. Kérlek. Nem volt befagyva a Maros, és jó idő volt. Hazajöttem Szovátáról a sípályáról, és átúztam a Marost a Kompnál. Jézusom. Lefilmeztek. Jézusom, Péter. De valami fantasztikus, amit te csinálsz. De nem ez fantasztikus, mi? Szeretem. Tehát szeretem. Az ember csak, én csak azt csinálok, amit szeretek. Igen, mert azt is írtam pár nappal ezelőtt a profilomra, hogy téged körülleng a szabadságérzés, mert ezt érezni rajtad, körülötted, hogy te szabad lélek vagy. Mindenki szabadnak születik. Tehát mindenki, te is szabadnak születtél. És ezt fönntartani? Aki már függ, igen, valakitől vagy valamitől, az már rabszolga. Igen. Sajnos sokan vannak, ugye, muszáj menjek dolgozni. Igen. Így is függőek vagyunk. Ez az emberi szervezet egy olyan gyenge dolog, hogy függünk az oxigéntől, függünk az élelemtől. Igen, igen. És legtöbben függünk a szeretettől. Így gondolod? Rengeteg beteg ember van, aki nem kap szeretetet. Nem kap egy jó szót, nem kap egy simogatást. És ebből rengeteg pszichoszomatikus probléma ered. Akkor te azt gondolod, hogy a legtöbb betegség, vagy minden betegség oka lelki eredetű? 99%-ban igen. 99%-ban minden egyes betegség egy pszichoszomatikára vezethető vissza, egy lelki trauma, egy, amit tudatosan nem is tudsz felfogni. De valahol ott mélyen, Trump. És ez az ok, ha megszűnik, mindjárt megszűnik maga, ha még megszűnik a... Ha hozzád érkezik egy páciens, és te megérzed rajta, hogy komoly lelki traumák érték őt, akkor te adsz neki tanácsot is, mert hogy egyfajta holisztikus gyógyászat... Rákérdezek, legtöbb esetben nem mer róla beszélni. Pedig ha kimondod, ez egy óriási megkönnyebbülés. Mondd el, ami fáj, ez van, és nézd meg, hogy megkönnyebbültél. Próbálok mindenkit rávenni, hogy menjünk be a lelki okába a dolgoknak, mert akkor hamarabb megoldódik minden. Igen. Van, amikor sikerül, van, amikor nem, én nem erőltetek senkit. Elvégzem az én dolgomat. Így is hálásan, boldogan távoznak a paciensek, de erőltetni senkit nem lehet. Így van. Igen. Olyan van, hogy jaj, de jó volt, meg kell győzzem a férjemet, hogy jöjjön. Ne győzd meg.
ha a saját esze nem járja ki, hogy eljön és a hátát kezelje, hadd szenvedjen ott az ágyba, s nézze egész délután a tévét. Igen. Amúgy rá szeretnék arra is kérdezni, Péter, hogy olvastam egy ilyen tanulmányt, hogy a férfiak körében sokkal gyakoribb a hátfájás, a nyakfájdalom, ez a kínzó fájdalom, és meg szeretném kérdezni, hogy miért van ez, hogy a férfiak körében gyakoribb? Nem gyakoribb, nem? Viszont a nőknek sokkal nagyobb a tűrő képessége. Értem. Egy nő sokkal tovább és jobban bírja a fájdalmat, tehát a fájdalom küszöb sokkal alacsonyabb, mint egy férfinél. Uh-huh. A férfi, mikor jajgat, a nő azt kacagba tűri. Ez igen. A valóság. Igen, igen. Tehát a nő már genetikailag úgy van alkotva, hogy ugye kell szüljön, meg mit tudom én mi, és a fájdalom érzete sokkal. Igen, igen. Az, hogy számítógép előtt töltenek az emberek 5-8 órát, ez mennyivel nehezíti meg az életünket? Borzalmas. Én nem tudnám elképzelni magamat, hogy én üljek a számítógép előtt. Én is ülök általában 5-10 percet, mert hoznak egy-egy MR-t vagy CT-t, amíg elnézem. Jaj, kielemzett. És már az... Képzeld, milyen elektroszmog van a számítógépen. Jaj, igen. Na, kérlek, erről beszélj, hogy mi is az az elektroszmog, hogy értsük meg jobban. Itt magunk előtt, amennyi elektromos cuccot igen. látunk. Igen. Ha látnánk az elektroszmogot, ami nem más, mint, ami nem más, mint? Egy elektromos frekvencia, amit igen. ugye nem tudunk szabad szemmel látni, mert olyan nagy a hullám hossza. És abszolút káros. Na. Így van. Úgyhogy... Hogyan lehet ezt kivédeni, magunkat kivédeni ettől az ártó elektroszmogtól? Sajnos itt a városban óriási az elektroszmog. Mindenkinek két telefonja van, rádióadók, ilyen adók, olyan adók. 5 milliárd sejtünk van, körülbelül. Most legyen, már ezt nem tudom pontosan megszámolni. De minden sejtnek van egy kicsi rezonanciája, egy kicsi frekvenciája, ami nagyon, de nagyon kicsi. 0,1. Legyen 0,1 a mínusz 19-en, de szorosz be 5 milliárdszor. Tehát ez az embereknek a kisugárzás energiája. Ezeket a sejteket, ez a rengeteg rádióadó telefon teljesen bezavarja. Igen. Ezért van az, hogy az immunrendszerünk legyen. És az idegrendszerünk is. Én azt figyeltem meg, Péter... Hát ugyanez van az idegsejtekkel is. Igen, igen. Egyre több ingerültebb, türelmetlenebb nőt látok a körömben. Mert ugye miért van az, hogy a nőkre nagyobb ez a negatív hatás, mint a férfiakra? Most én teszem fel ezeket a kérdéseket, de ellent is mondhatsz nekem. Általában nőknek nagyobb a stresszük, ugye? Több igen. minden... Főz, takarít, mors, fussá, gyereket neve. Uh-huh. És ez az 5G-s technológia, amit bevezettek, ha jól tudom, nálunk is? Ez nagyon érdekes. Nemrég jöttem haza Ciprusról, ahol ment az 5G. Igen, mond. Napközben ez nem zavart, de éjjel nem aludtam a legjobban. Wow. A telefon szépen ott csak 5G van. Igen. Az elméletileg 16-szor erősebb a 4G-nél. Gondolj bele, mit tudom. Ez van, ilyen világot élünk, mi kicsik vagyunk, erről nem tehetünk. Uh-huh. Mikor lehet, menekülünk. Értem. Kimegyünk a hegytetőre. Kicsiket mindjárt töltödni. Kezdődik a síszezon, ki a bucsira 1-2 órát. Igen. Felfrissülünk, aztán jövünk vissza a pokolba. Péter, azt mondtál nekem, hogy mi számodra a boldogság? Te, mint szabad lélek, szabad ember. Hogyan fogalmazod meg, hogy számodra mit jelent? Hát a boldogság maga a szabadság. Egy szabad ember boldog. Igen. Így van? De könnyű szabadnak maradni ezekben a körülmények között, amik adottak? Kialakítod magadnak a szabadságot. Uh-huh. Ne függjél. Ne függjél munkahelyeden. Otthon legyen meg a harmónia. Igen. És akkor boldog vagy. Igen. Én tudok örvendeni mindennek.
Igen, igazi életművész. Tehát bárhova elmegyek a pokolba is, ott is megkapom, hú, de jó a tűz mellett melegedni, leizzadok, mint a szaunába. Igen, igen. Apropó sauna. Erről mesélsz nekem? Mert te szeretsz szaunázni, hogy mire jó a szaunázás? Azelőtt mondok egy másik mondatot. Kérlek. Mennyi méreg kerül beléd naponta? De biztos nagyon kajával, sok. Így van. Levegővel, mert ez nem levegő, amit mi szívunk itt a városban. Igen. Az a rengeteg füst, gáz, az a rengeteg szarétel. Igen. Ezt a sok mérget, hogy ki tud a szervezetből lökni, nem elég, hogy a vesét kiválassza, meg vizelet, meg naponta fél órát kéne izzadni. Igen. Mert leginkább a méreganyagok izzadással távoznak. Izzadáskor sajnos az ásványanyagok is távoznak, ezért van, hogy a vitaminokkal visszapotoljuk. Uh-huh. Én legalább minden második este beülök, jól kiizzasztom magam a szaunába, de aztán istenesen, de utána hideg víz, mert másképp nem ér semmit. De jó. Tehát az ereket is kell rugalmassá, flexibilissé, hideg-meleg csere. Ennek köszönheted azt, hogy ennyire fiatalos vagy és fit? De lehet te fiatal és fitnek látsz. De igen, azért én már érzem a koromat. Tehát... Hány éves is vagy? Ezt el lehet árulni? Hát lehet, hát 56 vagyok. Hihetetlen, Isten éltessen. Abszolút letagadhatnál 10-12 évet. Sajnos én már érzem a koromat, de attól minden nap valamit sportolunk. Szóval jársz terembe, edzőterembe. Erről jut eszünk. Ilyenkor télen ez van. Edzőterem, szauna. Szombat, vasárnap, mikor zárva van, úszoda. Uh-huh. Lényegében a kedvenc hobbim a víz, és a vízen a lapátolás. Elmegyek a tengerre, naponta van, hogy a 10 kilométert is mutat az órám úszást. Hihetetlen. Na. És nem fáradsz bele? Nem fáradok bele, semmiben nem fáradsz bele, amit jókedvűen, szeretettel csinálsz. Ez is egyfajta... Ha egy szeget be kell üssek a falba, igen, ami 2 másodperc, biztos leizzadok, és belefáradok, mert nem szeretem, és nincs türelmem hozzá. Igen. Azt de ha lapátolni kell, és felállok a stand-up paddleboardra nyáron a Maroson, akkor 20 kilométert este 6-tól 9-ig vágom, és még nem elég az az idő, mert szeretem. De jó. Szóval az a titok, hogy mindig azt tedd, amit szeretsz. Mindig azt tegyél, és azt tedd, amit szeretsz, és akkor boldog leszel. Ez idő alatt, míg te úszol, érzed azt, hogy nincs idő, és egyfajta meditatív állapotba kerülsz? Ezt azért teszem föl, mert legelőször téged egy dzogchen, egy buddhista körben láttalak meditációval. Nagyon szeretem a buddhistákat. Is. Járok közéjük. Egy csodálatos életmód. Igen. De, mikor már egy modern világban vagyunk, akkor nem tudjuk azt alkalmazni, amit ők csinálnak. Elvonulni, tehát ők elvonulnak, uh-huh, fent Tibetben 110 évig elélnek, de miért? A modern rehabilitáció elmélete az, hogy inkább adj életet az éveknek, mint éveket az életnek. Igen, igen. Értelek. Tehát élj kevesebbet, de az legyen élet. Igen. Az, hogy eszek egy marék rizset egész nap, és egész nap meditálok 120 évig, igen, nekem már nem jön be. Szeretem őket, tisztelem ezért. De azért mondtam, hogy a buddhistákat is, mert hogy te nem ítélkezzel, hogy ez keresztény, ez ortodox, ez buddhista. Te mindenkit elfogadsz. Nekem van ortodox barátom, pap barátom. Van jehovista barátom, mindenki jó barát, de csak azért, mert van egy olyan témánk, amit tudunk állandóan nem veszekedni, hanem kommunikálni. Igen. Erről jut eszembe a sakk. Mióta szenvedélyed?
Mindig szerettem sakkozni, de már abba is kivénültem, mert nincs türelmem. Most már azt az időt, amit igen. a sakktábla előtt töltök, vagy a sakkversenyen, igen. azt már inkább a fitnessterembe töltöm. De édes vagy. Állandóan a Facebookon is megjelennek feladványok, megnézem, végignézem, megoldom, de mikor már le kell kössed hosszabb ideig az idődet vele, egyelőre, mintha elment volna egy kicsit a türelmem, aztán majd, ha annyira bottal jár, öreg leszek, hogy nem lesz más, mit csináljak, megint visszatérek oda. Jó, értem. Péter, én nálad lógtam először, és imádtam nálad lógni. Erről beszélünk egy picit, így a téma. A lógásról igen. is. Milyen lógás volt ez? Az mert nem mindegy, óráról, hogy lógsz. Igen, nem óráról lógtam, mert pont azért így poénnak szánom a dolgot, hanem így fejjel lefele lógtam nálad. És hogy és na, valami fantasztikus volt. Nagyon jól éreztem magam. Nem csak akkor, hanem utána is. Hogy ez miért jó egészségügyi szempontból. Csodálatos. Tény, igen. De a nevér se hülye szerintem, hogy lefelé lóks úgy alszik. Igen. De a gerincnek és a medencének ugye a gravitációt megfordítani. Igen. Az valami mesés. Most egész nap ugyanabból a pontból jön a súly, a gravitáció. Ugye lefelé. Igen. Ha csak 10 percre is megfordítod, és fentről lógsz lefelé, mekkora segítség a szívnek. Igen. Az agyadat elönti a vér a lábadból, visszafolyik a vér. Igen. Na jó, most már, ha olyan problémád van, hogy gyengék az ereid, és öreg, egy öreg néni, nem fogok oda tenni, hogy lógjon, vagy egy öreg bácsit, mert azért én is... Az igen. első dolog, ha egy öreggel találkozok, vérnyomást mérek, kikérdem, milyen probléma van, meghallgatom a szívét, mert nem lehet reckirozni. Igen, értem. És ugye a tobozmirigyre is nagyon-nagyon pozitív hatása van ennek a lógásnak. Ennyi az egész. Igen. A tobozmirigyre még nagyon pozitív hatása van a lézerrel tonizálni. Az micsoda? Este a lézerre rámegyek a tobozmirigyre, azonnal beindul a melatonin termelés, és alszol erős. Minden kicsi gyerek. Ami nagyon erős antioxidáns, és kevesen tudja. Sok mindent igen. jó hatással van ez. Éjjel nagyon jól alszol, akkor reggel frissen ébredsz. Amúgy a jó alvás, ez egy, lehet nem vág ide a kérdés, de megkérdezem, mennyire fontos például fogyásban az, hogy jól tudj aludni, és hogy kialud magad a minimum 6-7 órát? Itt most arra megyek, megint visszatérek a boldogságra. Egy boldog ember jól alszik. Mind a kicsi gyerek, nincs gondom, letettem a fejem és alszok. Ahogy öregszünk, egyre több a gond, egyre több a... Igen. És akkor már vaszkalodunk éjjel, fészkelődünk, ébredünk meg. Különben mindig erről... azt mondtam, egy boldog igen. ember a Földön is. Sokszor arra panaszkodnak az emberek, ki kéne cseréljem a matracomat, mert nem tudok jól aludni. Francot, nem függ az a matractól. Nézek azokat a csöveseket, akik az utcán alusznak. A Földön semmiük nem fáj, semmi gondjuk nincs, és olyan jól alusznak, hogy csak hidegbe a Földön. Matrac nélkül. Na látod. Mikor nincs gond, boldog vagy, tudsz aludni. Minden innen indul ki, nem? De minden innen indul belső ki. Harmónia, lelki egyensúly. Te hogy, neked nehéz volt megtalálni ezt a belső harmóniát, vagy te mindig is ilyen voltál gyerekként is, ilyen vidám, szabad? Sportoltam mindig, hülyeségeket is csináltam fiatal koromban, mert mindjárt csinálunk. Élet része. Ez van. Ez gyönyörű különböző. De a sport az mindig földobott, és ugye... 84-ben nyílt meg az úszoda. Igen. Annak a karrieremnek is sokat köszönhetek, ugye. Meg se volt nyílva az úszoda, Bíró Mircsa annak idején, ő volt az igazgató, aki megnyitotta az úszodát. Már vitt magával, és masszíroztam, és úsztam vele. De jó. És aztán megengedte, hogy ott fent az úszodába dolgozzak. Persze őtet is kellett. Igen. Innen indult el az igazi karrierem. De jó. De neki is sokat köszönhetek ebbe. Ő még... Most már csak egy tábla.
Bíró Mircea már 11 éve meghalt. Nem vagyok vásárhelyi, azaz nem itt születtem, és nem ismerem. Sokan rossz embernek, kommunistának nevezték, de nagyon jó lelkű ember volt, és sajnos csak egy úszodás, egy olvashatatlan emléktábla őrzi az emlékit, de ez van. Milyen jó, hogy ítéletmentesen élsz, és nem érdekel téged az, hogy bizonyos emberekről mások mit mondanak, hanem te magad törekszel arra, hogy megismerd őt. Az emberek, tudod, neked van 100 jó tulajdonságod, és egy rossz. És ha találkozol valakivel, rögtön az az egy rossz fog az eszibe jutni. Milyen érdekesen működik az agyunk, látod? Lehet 100 jó tulajdonságod, úgyis az az egy rossz fog az eszibe jutni. És szerinted miért van ez? Azon van a fókusz. Az emberek irigyek. Uh-huh. Miért vagy te jó? Uh-huh. Miért kellett kikerüljél te a Nemzeti Színházból? Szerintem egy csodálatos, te voltál a legjobb művésznő. De ki kellett kerüljél? Lényegtelen, hogy miért. Igen. Mert az emberek irigyek és nem bírják elviselni, hogy te okosabb légy, vagy te jobb légy. És a jóság, ami legjobban irritálja az embereket, mert én azt tapasztaltam, szép, ügyes, okos, de még jó is, nyírjuk ki. Mint a mesében, tudod? A mesében is ez van. 10-szer tegyél jót valakivel, és 11-szer csak annyit mondt, hogy ma nem tudok segíteni. És te vagy a legnagyobb szar. De azt a másik 10-et, amit tettél érte, azt elfelejtette. Ezt kérdezném tőled, hogy szerinted mi a legnagyobb gond a világban jelenleg? Sok gond van. Több nagyon van, sok gond van, egy. De az én lelkemben úgyis jó világ van. Ez a lényeg. Van mit tegyünk, van hol lakjunk. Igen. Mégis az emberek csak sírni szeretnek. Panasz. Jön a gázszámla, mi lesz hónap? Hogy lehet az élet mellett elmenni? Kikerülni az életet? Állandóan vársz valamire? Vagy állandóan sietsz valahova. Igen. Akkor mikor élsz? Igen. Vagy állandóan panaszkodsz, jaj, ez így, ez nem jó, az nem jó. Igen. Fogadj el mindent úgy, ahogy van, és nézzek, milyen jó világ van. Így igaz, így igaz. Én azt szoktam mondani, hogy minden az én javam szolgálja. Bármi rossz, idézőjeles rossz is történjen, kíváncsian várom azt, hogy ebből milyen jó dolog fog kisülni, mert minden jó, ha vége jó, ha még nem jó, akkor nincs vége, mondják. Nem de? Ha egy dologra van megoldás, akkor jó. Ha nincs megoldás, akkor minek aggódni? Így van. Péter, mondd el azt nekem, hogyha, nem tudom, ha kényes a kérdés, akkor ne. Volt-e olyan nagyon fura panasz, amivel hozzád érkeztek, és azt mondtad, ezzel nem tudok mit kezdeni? Volt-e volt. Ilyen? Volt. Megnéztem az emberit, láttam szépen, hogy a porckorong le van szakadva, el van szakadva, ahhoz nem nyúlunk, az már idegsebészet. Van ez a kifejezés, hogy becsípődött az idegszál. Nem csípődik be semmi, Isten őriz. Ez is olyan, mint a csontkovács, amitől a hajat égnek áll. Azt mondtad, nem, létező hajat. Ha valami becsípődne, akkor igen, te már nem mozognál, halott lennél. Igen. Egyszerűen a porckorong kijön a csigolyák közül, és megnyomja vagy a központ ideget, vagy valamelyik felén az idegducot. És ez adja azt az óriási fájdalmat, ami ugye lábba is lesugározhat, vagy csak helyileg fáj. Neked volt ilyen jellegű tapasztalatod? Amikor ilyen nagyon kínzó fájdalom gyötört? Rengeteg olyan eset van, hogy sajnos botta vagy botta jön, vagy ketten hozzák oda. Igen? De te magad tapasztaltál ilyet a testeden? Az én testemen ilyent nem tapasztaltam. Nekem ugye a sok sízés, meg a sok sporttól egy kicsit már elkoptak a kokszízületeim, a medencébe a kokszofemurális ízületek, és emiatt már szaladni nem tudok. Uh-huh. Ezelőtt 3-4 évvel még reggel felmentem a Somiras 5 kilométert, úgy leszaladtam,
Most már nem erőltetem a fitness teremben, melyek az elliptikuson inkább, ahol nem ütődnek a... Értem. Minden elkopik. Adok egy-egy, kapok egy-egy hialuronsavat, aztán azzal fél évig el van. Legtöbb esetben, mikor már olyan nagy a kopás, akkor jön a protézis. Értem. És te kihez jársz? Van-e olyan barátod, aki szintén ezt profin űzi, ismeri, használja? Őszintén még olyan találkoztam, egy nagyon jó barátom van, szoktam vele kirándulni is, de ő Magyarországon él, ide is el szokott jönni, itt is van lakása, nagy ritkár, és aztán egymást végig István. Kezeljük, pontosan. István. Puszi neked, ha nézem. Azon kívül is van egy-két barát, aki eljön, megmasszíroz. Igen. Csoda jó, horkolok, elalszok, nagyon jól kilazulok. Az is jó. De jó. Minden jó, ami az ember érintése és az ember szeretetéről szól. Igen, de arra is képesek kell lennünk, hogy szeretetet is adjunk, ne csak kérjük, várjuk és kolduljuk, mert nagyon sokan csak elvárják a szeretetet, de adni meg képtelenek, és az első az, hogy adjak én magamból, nem de? A legérdekesebb, most 20 éve, egyszer 25 is, bekopogott egy fiatal hölgy hozzám, hogy nem-e alkalmazok magam mellé egy masszást. Igen. És... azt mondtam, gyere, megmasszírozlak. Láttam, hogy egy kicsi baj van vele. És fölszeppent. Jaj, ötet nem masszírozzam. Ő ezt ki nem állhassa, hogy öt masszírozza. Nem mondom. Hát hogy tudod te azt a szeretetet valakinek átadni, ha te nem tudod átélni? Így igaz. Akkor igen. Nagyon meglepődtem. Rég volt ez, de van ilyen. De tehát ha nem tudod azt átélni, hogy az mennyire jó, igen. Akkor nem is tudod csinálni. Igen, képtelen vagy befogadni. Igen. Találkoztam különben én is egy ilyen emberrel, aki egyszerűen ideges lett attól, ha csak így hozzáérte a hátához véletlenszerűen, akár ilyen nagyon ingerülté vált. Ne. Ez is egy pszichés trauma. Ugye, hogy igen? Hidd el. Igen. Valamikor valahol egy olyan trauma érte, hogy... Igen, és nem dolgozta föl, és ezt viszi magával tovább. Viszi magával, és nem csak akarja az ilyen feldolgozni, mert azért fel lehet. De persze, mindenre van megoldás, egyértelmű. A legborzalmasabb traumákat is fel lehet dolgozni. Így van. Hidd el. Igen. Péter, mit üzennél az én kedves hallgatóimnak, nézőimnek, akiket én annyira szeretek? Legyenek nagyon boldogak, és éljenek. Igen, ennyi elég, ugye? Semmi most így, más. Hogy közeledik a karácsony. Legyetek boldogok. Ennyi a titok. Péter, szívből köszönöm, hogy itt voltál. Engedd, hogy megölelek. Nagy öröm volt, hogy veled jaj, tudok beszélni bármikor. Megyek hozzá. Hallod, azt különben annyira szeretném, hogy pár információval még így gazdagíts az én tudástárom, mert én mindenre rá tudok csodálkozni, és ha vannak olyan ismereteid, amikre így kíváncsi vagyok, és átszabad neked adni, akkor nagyon szívesen tanulnék tőled. Hát a legérdekesebb, amit úgy vettem észre, téged érdekel, ugye a meditáció. Igen. Kiszállni a testedből, fentről látni magad. Ez valami extázis, igen. Ez tényleg extázis, és nagyon jó. Igen. De egyelőre maradjunk a Földön. Jó. Éljük itt ezt a kicsi világunkat le, mert nagyon szép, ha tudunk élni. Bulizzunk. Hallottátok, kedveseim, bulizzunk. Találkozunk a jövő héten, nagy puszi nektek. Puszi mindenkinek. De jó, köszönöm. Olyan drága.